Augusztus elején kezdte el a felkészülést a nyíregyházi kosársuli, amely alaposan megfiatalított csapattal vág majd neki a szezonnak. Az amatőr nemzeti bajnokságban legutóbb negyedik helyen végző együttesből hiányzik majd Fazekas Kata, Pál Vivien és Farkasinski Orsolya, így gyakorlatilag a juniorok játszanak kiegészülve két-három rutinos, de korosnak semmiképpen sem mondható játékossal. A korelnök például a 3x3-as válogatottal világbajnoki ezüstérmet szerző 21 éves Papp Klaudia lesz. Farkasinski Gyuláné szakmai igazgatói nem is nagyon tudja, hogy mire számíthat csapatától. Felemás érzésekkel várjuk ezt a szezont, ugye nálunk kicserélődött a csapat, évek óta ezt mondjuk, hogy ki fog cserélni, na ebben az évben meg is történt. Tehát ugye biztos pont az életünkben az a Dia maradt, az Anna és a Fekete Dóra. Ehhez talán csatlakozik a Fistel Csenge Ceglédről, de ő nem tudjuk, hogy mikor kap majd játékengedélyt, mert a Cegléd az ugyan nem tartott igényt ebben az évben a munkájára, ettől függetlenül nagyon nehezen akarja engedni, hogy hozzánk igazoljon, és az összes többi az maradt a mi utánpótláskorú játékosaink, a juniorok, ugye velük kell megoldanunk ezt az évet. Az igazság, hogy valamilyen szinten kíváncsian is várom, hogy mi fog történni és mi lesz, de valamilyen szinten kicsikét ilyen félve, hogy be kell őket vettünk most már egy az egybe a mély vízbe. Ugye itt maradtunk per pillanat magas ember nélkül Isten igazából, tehát egy olyan szerkezetű és más csapattal állunk föl, amivel eddugáltunk. Az ugye nekem is újdonság, egészen másként kell összeállítanunk az edzéseket, egészen más taktikát kell alkalmaznunk. Az amatőr nemzeti bajnokságra 27 csapat nevezett. A szövetség három csoportra osztotta a mezőnyt. Az NKS a piros csoportba kapott besorolást. Az alapszakasz követően csoportonként három együttes jut majd a felsőházi rájátszásba. Egy biztos, a TF az nagyon erős lesz, tehát több helyről érkeztek játékosok. Állítólag a külföldi játékosa is lesz, aki ugye itt fog tanulni Magyarországon. A Debrecen játékos állománya szinte változatlan, tehát ugye az eddig se volt egy gyenge játékerőt képviselő csapat. A csata az újonnan lépett be, nem tudhatjuk, hogy a fiatalsághoz társul-e még rutin, vagy maradnak a fiatalok. A többiek azok ugye helyek közel, hogy ugyanazok, akik eddig voltak, meglátjuk. Tehát az, hogyha nekünk most sikerülne az első háromba végezni, azért én úgy gondolom, hogy az messze meghaladná az erőnket. Tehát ebben azért annyira nem vagyok biztos, de mindent megteszünk annak érdekében, és mindenféleképpen ez a cél, hogy esetleg még az adhat majd bizalomra okot, hogy az Orsa azért a második fél évtől visszaszáll a játékba, és onnantól kezdve azért vannak olyan hazai mérkőzéseink, amit ha sikerül nyerni, akkor talán tényleg meg lehet az, hogy ugye háromba kerüljünk. A nyíregyházi kosársuli a nyitófordulóban vasárnap Kecskeméten lép pályára. Hazai környezetben egy héttel később a Szolnok ellen láthatják Papp Klaudiáikat a szurkolók.